Eredetileg 2018-ra tervezték parlamenti megjelenésüket, ám már most országos listát és 52 egyéni jelöltet állítva beszáll a parlamenti választásokba. Az ideológia semleges, sportos és egészséges Magyarországért párt. Csak is sportrendezvényeken kampányolnak egyébként. Egyik egyéni jelöltjük, a korábban országos bajnok kajakos Márton Máté segít nekünk bemutatni ezt a pártkalandot. Jó reggelt kívánok, szervusz! Máté, ugye akkor sem kormányváltó összefogás, sem Fidesz, sem baloldal, sem jobb oldal, szóval hova lehet belőni a semet? Hát ugye a rövidítésünk sem egyik oldalra, sem másik oldalra nem kívánunk elhatárolódni az ilyen ideologizálásokban. Igazából a célunk az lenne, hogy ami a logóban is benne, hogy 2018-ra elérhessük azt, hogy annyira megismerjenek minket az emberek, hogy legalább 2-3 képviselővel bekerülhessünk a parlamentbe. Mint említette, célunk nem a kormányváltás, nem is akarunk ingyen sört, mint a kétfarkú kutyapárt, mi tényleges célokat szeretnénk megfogni, és ez az lenne, hogy ezzel a 2-3 szakértőnkkel segíteni tudjuk a sporttal és egészséggel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a parlamentben. Akkor azt lehet mondani, hogy ez egy sport és egészségpárt, tehát mondjuk vannak zöldek, tehát vannak olyan tematikus pártok, amelyek mondjuk a környezetvédelemre koncentrálnak, ez a sportra és az egészségre, és nem egy klasszikus politikai párt sportos áramvonallal, igaz? Igen. No, azt mondnak, hogy akkor mit kezdene például a SEM, ha mondjuk bekerülne a parlamentbe, a távoleső problémákkal? Mondjuk a egy kulcsos adó, vagy a határon túliak állampolgárságra, tehát amikor szavazni vagy volnának erre, vagy ezekre is vannak válaszok? Igen, ezekre is vannak válaszaink. Nyilván olyan emberek kerülnének be a parlamentbe, akik ezektől se esnek annyira távol. Tehát például jó magam is közgazdaságtan tanulok, tervezem ebben a továbbtanulást is, és emellett a sport is ugyanúgy végig jelen van az életemben. Na, akkor mondd meg, egy kulcsos adó. Egy kulcsos adó. Igen, azt támogatja a SEM. Nem mondunk, tehát hogy most még nincsenek abszolút ilyen fajta programjaink, terveink, törekvéseink, és nem is tudok erről most még És egy sportos jelölt támogatja a paksi atomerőmű bővítését? Nem megyünk még bele az ilyen ideologizálásokba. Tehát, hogy nyilvánvalóan ott majd meg fogjuk tudni mondani, hogy mi mit gondolunk. Akkor nem vagyok ilyen gonosz. Mit szóltok a stadionépítésekhez? Azért ez már sport. Igen, ez abszolút a sport. Erről van vélemény. Erről van véleményünk. Na, állami stadionépítések, futball stadionépítések. Az a véleményünk, hogy vannak olyanok, amikre szükség van, viszont van olyan is, amire nincs olyan égető szükség, és ezekből sokkal jobb lenne az ezekre ráfordított pénzt esetleg a tömegsportra fordítani. Ez egy alapvető ideológiánk, hogy a tömegsportot növelni kéne, és Magyarországon ugye az embereknek a 60%-a, tehát hogy a szabadidejüknek a 60%-át inkább tévézéssel töltik, míg átlagban 6-7%-ot töltenek a sporttal. Ez nagyon kevés, ezzel európai viszonylatban is nagyon hátul vagyunk. Na most, hogyha azt nézzük, hogy némely stadionok építése azért természetesen oké, meg rendben van, másokra nincs szükség, gondolom a debreceni stadion nem bontanád le, de mi az, amire nincsen szükség akkor ebben a stadionépítési lázba? Nem szeretnék konkrétumokat mondani, tehát mint mondtam, nem szeretnénk elhatárolódni egyik oldalra se, és nem szeretnénk negatívumot sem. Tehát most nem fogod a felcsúti pályát se lebontani itt nekünk. Igen, tehát hogy pont erre gondoltam. Na most, az mit szóltok például, hogy a baloldali ellenzék inkább a kórházakra költeni ezt az összeget? Mi is úgy gondolkodunk, hogy nem csak a sport, tehát hogy Patricia, ő a Pécsi Tudományi Egyetemen most fog végezni, mint gyógyszerész, és ugye az interjúkon is ő képviselte volna az egészségvonalát, mi mindkettőre szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni. Tehát nem akarunk csak elmenni abba az irányba, hogy sport, 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 viszont szívesen összekötnénk ezt. Tehát, hogy Magyarországon sokkal inkább a gyógyszerfogyasztásra van kiélezve a társadalom, amikor betegek. Sokkal jobb lenne, hogyha a prevenció kerülne előtérbe, és ezzel abszolút össze lehet kapcsolni a sportot. Itt említsük meg, hogy szegény Pásztori Patriciáról van szó, a lista vezetőtökről. Őt félrenyelt tegnap, és elvitt a mentő. Úgyhogy nem tud itt lenni. Igen, most itt a kampányban egy csapást szenvedtetek. Ugye a képviselőjelöltek között például látom olyan igazi sportmamát is, Budapesten az egyik anyuka, például a kosárlabda csapatban játszik a lánya. Aztán ugye látom, hogy sok edző van. Látom, hogy sok olyan volt sportoló van, mint te is. Te kajakoztál, bajnok is voltál, ugye világkupa, ezüstérmed is volt. Ez hogyan jött létre, ez a tagtoborzás, meg képviselőjelöltállítás? Egymást szerveztétek be a párba? Hát tulajdonképpen
hallottunk erről az egész szerveződésről. Én megmondom őszintén, hogy így a választások előtt teljesen csalódtam, ugye mindkét oldalban. Vegyük téged, te valahol hallottál róla, hogy indul egy ilyen kezdeményezés? Igen. De hogy hallottál? Engem megkeresett egy kedves ismerősöm ezzel kapcsolatban, hogy én sportolok, mit gondolok erről, ahogy felhozta nekem azt, hogy politika, én azt mondtam, hogy ezzel nem szeretnék foglalkozni, mert, mint említettem, annyira csalódtam a jelenlegi helyzetbe, viszont amikor vázolták ezt a sem egyik oldal, sem másik oldal, tényleg a sportért tegyünk, akkor úgy gondoltam, hogy ezért nekem Istennem kell, mert nekem ez szívügyem. Én közelről és belülről is láttam azt, hogy hogy van például az utánpótlás támogatva, például nem a fociban, tehát itt tudnám felhozni példának azt, hogy itt lehetne kiegyenlíteni a különböző nem sportokat. Minden a focira megy. Igen, tehát mondja a kajakos is, igaz? Igen, mondja a kajakos is, viszont vannak futballista ismerőseim is, tehát hogy nem zárkózzunk el mi se ezzel elől teljesen, csak a mérték legyen megtartva, igen, hogy, változtatni, hogy például a Ráckevei csapatban ne keressen 15-ször annyit egy játékos, mint mondjuk egy világbajnok kajakos. Tehát, mert simán ez a helyzet. Hát, mondjuk. Igen, hogyha az ember ismeri, vannak igen, barátai, igaz? Vannak ilyen barátaim, nem is beszélhetünk keresetről, tehát tegyük fel, hogy egy világbajnok kajakosnál. És én is például azért hagytam abba a versenysportot, mert nem láttam ebben egy biztos jövőképet. Meg hát ugye akkor nem is tudtam ilyen értelme megélni belőle. Ez egy generációs párt volna? Gondolok arra, hogyha tényleg nézem a jelölteket, akkor az elsőprő többség nagyon fiatalos és nagyon fiatal. Nem, 20-as, 30-as, hát én mondjuk olyan idősebb embert nem is nagyon láttam, talán egy-két veterán tesi tanárt. Hát Kovács András az elnökünk sem 20 éves, hogy úgy mondjam, tehát szerintem elég széles skálát lefedünk azért. Tehát, szóval nem vagytok csak fiatalok? Nem, nem csak fiatalokból állunk. Tehát úgy gondolom, hogy talán mi képviseljük a legfiatalabb generációt. Tehát a zömében igen, ez a 20-tól 45 éves korig vannak a jelöltjeink. Azt látom, hogy az internetes oldalatok szép, kulturált, profi, szóval ki áll mögöttetek? Ki támogatja ezt a kampányt? Ki áll mögöttünk? Igen. Hát senki nem áll mögöttünk, tehát úgy, mint hogy egy cégre gondol, vagy hát, ilyesmire. Mondjuk ilyenekre. Nem, senki nem áll ilyen szempontból abszolút mögöttünk. Igen. Civil kezdeményezésnek igen mondható. Azt mondnak, hogy a jelölti válasz feltétel az mi volt nálatok, mert az a másik, hogy mindenki a fotón különféle igen sporteszközöket igen tart. A kajaklapáttól kezdve a pingpongütőig, de mindenkinek van valami sporteszköze. Vagyis azért ezt egy kicsit néztétek, hogy itt antisportos ember nem került fel a listára, igaz? Abszolút igyekeztünk úgy. Nyilván azt tudja hitelesen átadni ezeket az érzéseket és gondolatokat, aki tényleg benne van ezekben a dolgokban. Személyes példámat említve, én először nem is jelöltként tevékenykedtem a pártban, hanem mint aktivista vezető voltam. És úgy fel, és hát látták azt, hogy én tényleg lelkesen tudom ezeket átadni az embereknek, és mondták, hogy akkor így úgymond méltóvá váltam arra, hogy akár jelölt is lehessek. És van köztetek, akár gondolok rád is, aki komolyan fontolgatja most már, ha ez összejönne, mondjuk nem most, hanem 2018-ban, hogy politikai karriert is megpróbálna? Hát nyilván nem szeretnénk elszállni, nem szeretnénk olyan dolgokat gondolni, ami nem reális. Tehát most senki nem gondol erre. De a jövőben fel vagyunk készülve arra, hogy kiállítsunk akár 4-5 olyan jelöltet is, akik, mint említetted, nem csak a sportban, hanem hogy általános témákban is tudnak vélekedni, viszont nem határolódnak el, és nem megy az egymásra úgymond mutogatás. Ja, jó, világos, tehát hogy ebbe igen az acsarkodás, igen, ez az, ami igen, tetszik igen nektek. Könnyen ment a ajánlószelvények összegyűjtése? Nehezebben, mint gondoltuk. Igen? Mi csináltunk előzetes felméréseket. Ami nagyon visszavetette a számokat, az a lakcímkártya volt például az embereknél. Ugye az idősebb korosztály a személy azonosítójával tisztában volt, itt volt, akivel szerencsénk volt, és tudta fejből. Viszont tegyük fel, találkoztam itt Budapesten is olyan sráccal, aki futott éppen, és nagyon tetszett neki az egész, megállt, meghallgatott minket, nem volt nála ugye a lakcímkártyája. És azt mondani azért ugye egy átlag embernek, hogy jó, hogyha tetszik ez az egész, akkor te gyalogolj be ide, itt tudod aláírni így. Nyilván az emberek erre annyira oda kell menni az emberek, ez csak úgy igen, megy ez. Igen, csak úgy megy. Jönnek azonban itt, nem kell 2018-ig várni, nem akartok elszállni, de jönnek itt önkormányzati választások. Ott lehet csatlakozni hozzátok? Az önkormányzati választásokon is megpróbáltok majd indulni? Megpróbáltok hát bekerülni mondjuk városi önkormányzatokba? Erről még nincs tervünk, tehát szerintem itt nem. Itt még nem tartatok. Nem. Először megnézitek, hogy mi van április. Az lenne a célunk, hogy ugye 50 000 támogatónk van jelenleg, ennyi ajánlóívet tudtunk összeszedni,
nagyon jó lenne, hogyha ennyi szavazatot is kapnánk, így elérve ezt az 1%-os küszöböt, amivel már annyira tudnák támogatni a pártunkat, hogy föntarthassuk ugye a köztes időszakban. Igen. És tudjunk szervezni olyan különböző konferenciákat és sportrendezvényeket, amikre akár meghívhatunk külföldi vendégeket is, illetve bekerülhessenek olyan valóban él sportolók, akik jelenleg is ezzel foglalkoznak. Ja, hogy rájuk is fogtok hozzászni majd. Igen, csak ugye most nem mondhattuk azt egy Vajda Attilának, hogyha neked ez tetszik, akkor gyere és csináld ezt, mert ugye ez egy kiforratlan, kifejletlen dolog volt. Na majd kiforrasztjátok, és aztán hívjátok Vajda Attilát, mert többieket. Meglátjuk. Sok sikert nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.